Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Vénusz bolygó szimbolizálja a párkapcsolatot, a szerelmet. Szaturnusz bolygó hatása alatt lehetnek még korlátozások, de gyakran segít abban, hogy itt most kialakuljon egy tartós párkapcsolat. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket is, és Szaturnusz bolygó azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, mert ha elsietjük a dolgokat, lehetnek korlátozások. És most megtekintjük az egyes jegyeket. Mégpedig az indiai asztrológia szerint. Ez egy más számítás. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél, a videó alatt ott van a tabella, és utána nézhetsz. Ákos jegyében mozog Uránusz bolygó, és az azt jelenti, itt lesznek most nálunk változások, hiszen én is Ákos jegyében születtem. Tehát lesznek itt változások, meglepetések. Mars bolygó energiát küld kívülről a Kos jegyéhez, és ez azt jelenti, hogy vagy egy férfi közeledik hozzánk, vagy valaki van a háttérben, aki segít nekünk, tehát erőt ad számunkra. Egy jó hír várható. Ha van egy bírósági ügy, vagy van egy olyan helyzet, ami igazságtalanságnak tűnt eddig, itt most javulnak a dolgok. A párkapcsolat területén vannak még bizonytalanságok vagy félelmek. A bika jegye. A bika jegyében mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, ami utal egy új életterületre, vagy egy új irányra, egy kiútra, tehát a bika jegyében születetteknél vannak változások. Várható egy jó hír, és szerencse a párkapcsolatot illetően. Viszont ha bírósági perről van szó, vagy egy helyzetről, amit igazságtalanságnak látsz, ez a helyzet még marad. Jelenleg még nincs javulás. Az ikrek jegyében jelenleg nincs mozgás. Viszont Jupiter bolygó kívülről besugározza az ikrek jegyét, tehát van külső hatás. És Jupiter bolygó szerencsét hoz, vannak lehetőségek, vagy egy bírósági ügynél, vagy egy olyan helyzetben, amit eddig igazságtalanságnak láttál, itt javulni fog valami, Jupiter bolygó segít. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak nézeteltérések, nehéz jelenleg valamit tisztázni, vagy ha vannak szerződések, figyelj oda rá, mert lehet, hogy ez hátrányos számodra. A párkapcsolatot illetően vannak bizonytalanságok, félelmek. A rák jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont van külső hatás. Mars bolygó küld energiát a rák jegyébe, Vénusz bolygó küld energiát a rák jegyébe, és Szaturnusz bolygó szintén. Tehát van külső befolyás. Mars és Vénusz bolygónál a szerelemről van szó, itt tükröződik valami, fontos az egyensúly. Azon kívül figyelembe venni Szaturnusz bolygó külső hatását, mert lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgokba, és ezáltal lesznek nagyobb változások. Egy jó hír várható a rák jegyénél, és egy előnyös szerződés. A szerelemnél valami tükröződik. Ami a bírósági helyzetet jelenti, vagy az igazságtalanságokat, azt nehéz jelenleg rendbehozni, kell egy kis türelem. Az oroszlán jegyében nincs mozgás,
Viszont van külső hatás Jupiter bolygótól, Mars bolygótól és a Holdtól. A Hold az jelentheti az édesanyát, az anyai érzelmeket, hogy az édesanya közeledik hozzád, hiszen ez a külső befolyás. Hold szimbolizálja az érzelmeket is, tehát valaki hat rád érzelmileg. És itt van Mars bolygó, az azt jelenti, hogy valaki segít neked, erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád, és Jupiter bolygó szintén besugározza az oroszlán jegyét, ez lehet szerencse, lehetőségek, itt meg lesz az igazság, lesz esetleg egy bírósági ügynél valami, ami előre viszi az eseményeket, tehát lesznek változások. Ami a kommunikációt illeti, itt nehéz valamit most tisztázni, különösen a szerelmi élet területén. A szűz jegye. Itt nincs mozgás most a szűz jegyében, viszont van külső hatás. A nap és Merkur bolygó besugározza a szűz jegyét. Itt látni lehet valami, tisztázódik valami, különösen ami a kommunikációt vagy a szerződéseket illeti. A szerelmi élet területén szerencse van a szűz jegyénél, ami egy bírósági ügyet illet, vagy egy olyan helyzetet, amit eddig igazságtalanságnak láttál, jelenleg nehéz most ebből kilépni, nehéz valamit tisztázni. A mérleg jegyében nincs mozgás, viszont Szaturnusz bolygó és Jupiter bolygó besugározza a mérleg jegyét, tehát van külső hatás. Kívülről jövő hatás. Jupiter bolygó szerencsét hoz, lehetőségeket, vagy utal egy bírósági ügyre, vagy olyan helyzetre, ahol eddig igazságtalanságok voltak. És Szaturnusz bolygó itt segít rendezni a dolgokat. Ami a párkapcsolatot illeti, a mérleg jegyénél vannak még félelmek, bizonytalanságok. És a kommunikációnál szintén olyan átláthatatlannak tűnik valami, mert nem tudod, hogy mások mit akarnak tőled. Viszont megvan az életerőd egy új kezdethez. A Szkorpión jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, aktivál kármikus témákat, és Kétunál a múltról van szó. Mindarról, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt vannak változások, a Szkorpión jegye utal a transformációra. Egy jó hír várható, szerencse a párkapcsolatot illetően, de valamit olyan igazságtalannak látnak a Szkorpión jegyében születettek. A nyilas jegye. Itt most olyan nyugis a helyzet, hiszen nincs mozgás, nincs külső befolyás, ami a párkapcsolatot illeti, itt rendeződik valami, viszont a kommunikációnál lehetnek nézeteltérések, ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy olyan helyzetet, ami eddig igazságtalan volt, ebből most kilépsz, felszabadulsz, úgyhogy ez most lezáródik. A Bak jegyében sok a mozgás jelenleg. Itt van Vénusz bolygó, Mars bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Mars-Vénusz az utal a párkapcsolatra, Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő változások, és Plutó bolygó utal a belső erődre és szexuális témákra is. Lesz egy jó hír, és javul a helyzet a párkapcsolatot illetően, ami a bírósági ügyeket illeti, vagy az igazságot, az igazságtalanságokat. Itt most minden úgy előre megy, és rendeződnek a dolgok.
A vízöntő jegyében van Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Neptun bolygó az szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel benne, akkor ez csalódásokhoz vezethet. Jupiter bolygó szerencsét hoz. Megvannak a lehetőségek arra, hogy éld az álmaidat. Itt javul a helyzet, a párkapcsolatot illetően, és várható egy jó hír. A halak jegye. Itt van a nap és Merkur bolygó. A nap megvilágít valamit, tehát oda kell figyelni valamire. És itt kommunikációról vagy szerződésekről van szó, erre utal itt Merkur bolygó. Ami a párkapcsolatot illeti, itt stabilizálódik valami. És egy bírósági ügynél vagy egy olyan helyzetben, amit igazságtalanul éltél át, itt is rendeződnek a dolgok, hiszen ez lezárul. Én is lezárom most ezt a videót, és kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!